A gyerekek hétfőn iskolába indulva már szüleiktől értesültek arról, hogy mi történt a Szalma bábúval. Anyukám nézte az újságban, és akkor úgy. A diákok nagyon sajnálták a felégetett bábút, hiszen nekik is sok munkájuk volt benne. Nagyon sajnálta, mert ezt kiegészítette a falunkat, úgymond jelképe volt. A bábú felépítésében több helyi lakos is segített. Apukám segített minden, mindegyik részében segített. A gyerekek már elkezdték tervezgetni, hogy milyen legyen az új bábú. A lányokkal már nagyon sokat ötleteltünk, de még nem nagyon jutottunk ötletre. A készítésben részt vesz a helyi közösség, illetve a természetvédők is. Már az előkészületek folynak, tegnap amint elkezdtünk dolgozni, már az eltakarítás megkezdődött, már hoztak másik bálákat, úgyhogy most azon gondolkodunk, hogy hogyan is tovább mi legyen a bábú sorsa, milyen jelmezbe mi beöltöztessük, úgyhogy a folyamatban vannak az előkészületek. Az iskola előtt a husvéti nyuszi mellől egyelőre hiányzik a Ludas bábú. Az illetékesek szerint már nem árválkodik sokáig egyedül. A leégett bábú helyére már megérkeztek az új szalmabálák. A helyiek minél előbb szeretnék újraépíteni a falu szimbólumát, a szalmából készült Ludas Matyit. A díszítés a helyi iskola és ovoda tanulóinak feladata lesz, akiknek már számtalan ötlete van arra, hogy hogyan is nézzen ki az új bábú. A helyiek még mindig csak találgatnak azzal kapcsolatban, hogy ki el a gyújtogatást. A felelőtlenség könnyedén tragédiát is okozhatott volna, hiszen ha a tűz tovább terjed, akár a közelben lévő iskola is lángra kaphatott volna. A ludasiak szerint az is elképzelhető, hogy dorbézoló fiatalok okozták a tüzet.